Hát kérem szépen, a probléma a következő, jön a tél, hogyan eresszük le a hajóból a benzint, mert hát ugye ebben van egy 80 literes benzintank, abban szerintem most még egy ilyen 50-60 liter benzin van is. De hogyan eresszük le? Ugye gondolkodik az ember, hogy egy csövet ledugok, és azon majd megszívom. Hát nem lehet, mert ugye egyrészt szögbe megy, másrészt pedig hát, hogy mondjam, nem egészséges itt a benzint szívogatni. Úgyhogy gondolkodik az ember, hogy mit csináljon, és hát minden lehetne lehúzni a motorról a benzincsövet, ami ugye itt van, és akkor azon keresztül ereszteni. Igen, ám csak azon van egy golyós szelep, és ezért nem lehet ereszteni, kivéve, hogyha az embernek van egy másik Yamaha tankja, amin szintén van egy golyós szelep, oda szépen az ember rádugja, és ott pedig belül gyönyörű szépen csordogál a benzin, nem gyorsan, de gyönyörű szép, ott látszik. Csordogál a benzin, és majd ebből át lesz öntve többi kannákba télire, illetve hát az autóba, mert ugye ebbe a hajóba is 100-as benya van, meg az autóba is 100-as benya van, úgyhogy nagyjából ennyi. Hát nem gyorsan, hanem lassan, de csordogál. És ugye le fog örülni, mert közlekedő edény, ez a pont, ez alacsonyabban van, mint a tanknak a legalacsonyabb pontja. Úgyhogy röviden ennyi, nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt így ott kitaláltam. Ott csordogál. Na, sziasztok!